Először a háttértárak közül a mágnesszalagos adattárolók fejlődésével fogunk foglalkozni. Bár ma már ezek az adattárolók teljesen elavultak, de mindenképpen ismernünk kell legalább a lapszinten a működési elvüket, mert a régi nagy számítógépes rendszerekben ezek az adattárolók játszották a legfontosabb szerepet. Az adatok a szalagon 9 hosszanti sávon, úgynevezett csatornán kerülnek felírásra. 9 csatornán egymás mellett lévő 9 bitből 8 egy bájtot alkot a 9. ellenőrzési célra használt paritás bit. A mágnes szalag nem címezhető adathordozó, azaz magán a szalagon nincsenek olyan fizikai jelek, amelyeket a berendezésre felírt adattalom olvasása nélkül megkereshetne, vagyis soros elérésű, ez az egyik hatalmas hátrány. Szalagon az adatokat úgynevezett adatblokkokban tároljuk, a blokkok között üres érzavot hagyunk, ezt gapnek nevezzük. Blokk több byte-ból áll, méretét a programozó határozza meg. Blokkon belül a karaktereket a gép egymás után rögzíti. A mágnes szalagnál az írás és olvasás blokkonként történik, azaz a blokk az a legkisebb adatmennyiség, amelyet a szalagra a CPU-ból kivihetünk, vagy amelyet onnan a CPU-ba bevihetünk. A hézag nagysága nem állandó, mérete normál körülmények között körülbelül 15 mm. Művelet végzés a mágnes szalagon, melyek lehetnek ezek blokk írása, törlése, olvasása, a szalagnak a mozgatása. Az írás, törlés és olvasás műveletét az író, olvasó és törlőfej végzi, miközben a szalag továbbítási mechanizmus a szalagot folyamatosan mozgatja. A szalagon megkülönböztetünk értékes adatokat, és a tájékozódást segítő szalagjel, tépmelyek, blokkokat. Szalagjel blokk speciális jelkombináció, ami elkülöníthető a tartalmi jelentéssel bíró adatoktól. Szalagjeleket a programozó bárhova írhat a szalagra. Blokkok törlése nulla értékű jelek felvitelét jelenti a szalagra. Blokk olvasása a blokk megkeresésével kezdődik, és az adatok kiolvasásával folytatódik. A szalag mozgatása a szalag kezdetjel, a szalagjelek az adatblokkok alapján történik. Mágnes kazettás adattárolásnál a tárolás elve megegyezik a mágnes szalagos adattárak működési elveivel, a különbség a méretekben, a meghajtó mechanikában és a szallag formátumokban van. Merev lemezes tároló, vagy Winchester, vagy HDD. Nagy sebességű és nagy tároló kapacitású háttértároló. Fizikailag egy vagy több közös tengelyen elhelyezett lemezbe vál, melynek bevonata mágneses mezőre érzékel. Minden lemez mindkét oldala írható és olvasható. Ez alól csak a két szélső lemez burkolat felüli oldala a kivétel. Minden oldalhoz tartozik egy író és egy olvasófej. Ezeket általában egybe integrálva készítik el. Az összes fej egyszerre mozdul el. A fej meghajtó elektronika biztosítja, hogy az összes lemez oldalra egyszerre történjen meg az írás vagy az olvasás. A fej típusa nyitott lágyvas, melyen egy tekercset helyezünk el. Ha a tekercsre váltakozó feszültséget kapcsolunk, akkor a vasmag két vége közti nyílásba mágneses mező indukálódik. Mágneses erővonalak kigyűrődnek a vasmag síkjából. Ezek az erővonalak érintkeznek tulajdonképpen a lemezzel. Az erővonalak iránya a lemez bevonat részecskét a megfelelő irányba állítja be. Mivel a számítógép digitális működésű és bináris kódolást használ, ezért a jeleknek csak két állapota lehet, 0 és 1. Fizikai lemezkezelés. A lemezeket forgató motor fordulatszáma azonban nem állandó, bizonyos tűrési tartomány belül mozog. Ennek az eredménye, hogy a lemez forgási sebessége is ingadozni fog. Ez a beolvasásnál és az írásnál is komoly probléma, mert így a szektorhatárokat nehéz megtalálni. Ennek kiküszöbölésére az információt kódoljuk, és a kódolásba beépítünk olyan információt, mely megoldja a szinkronizációt. A lemez kezelésében különböző részeket különböztetünk meg. A lemezeket koncentrikus körökre osztjuk, ezeket nevezzük sávoknak. A sávok a fejek sugárirányú elmozdulásával érhetők el.
Minden sávot megadott számú egyenlő hosszúságú részre osztunk, ennek az elnevezése szektor. Ez a kezelhető legkisebb adategység. Egymás fölött elhelyezkedő sávokat nevezük cilindereknek. A merev lemezes tárolóba beépítettek egy hibafelismerő és egy hibajavító áramkört, ezek használatával felismerhetők az adatátvitel során bekövetkező hibák, valamint ki is javíthatók. Fizikai lemezkezelés folytatása. A szektorokat felépítésük alapján két részre oszthatjuk, a szektor fejre és az adatblokkra. Az utóbbi a lemezre írt adatokat tartalmazza. A szektorfej adminisztratív célokat szolgál. Tartalmazza a sáv számát, a fej sorszámát, a szektorszámát és a hosszának kódját. Mindkét részt egy speciális jel előzi meg, hogy a külön választás megbízható legyen. Az adatblokkot az adatjel, datemark, míg a szektorfejet az azonosító jel, identifiermark vezeti be. DM értéke normális törölt állapotot tartalmazhat. Ha írunk a lemezre, a vezérlő ezt a jelzést felülírja. Ahhoz, hogy a lemezen létrejöjjenek a sávok és a szektorok, egy speciális műveletet kell végrehajtanunk, amit formázásnak hívunk. A formázásnak két része van, az alacsony szintű, low level format, és a logikai formázás, vagy magas szintű formázás. Az alacsony szintű formázásra a merev lemez vezérlő a szektorokat megszámozza, egytől kezdve folytonosan egyesével növelve. Az ideális az lenne, ha a vezérlő a szektorokat folyamatosan növekvő sorszám szerint olvasná be, de logikai lemezkezelés. Erre a megoldást a logikai formázás jelent, melyet az operációs rendszer végez el. A merevlemez fizikai kezelése tulajdonképpen a következő sáv és szektor szintű műveleteket jelenti. Szektorok írása és olvasása, törölt jelzésű szektorok írása és olvasása, azonosító olvasása. A logikai lemezkezelés alapja a több szektorból álló szektorcsoport, idegen szóval cluster. Ebben a blokkcsoportban tartja nyilván az operációs rendszer a lemez területek foglaltságát, fájlok elhelyezkedését. Annak érdekében, hogy kezelni tudjuk a klasztereket, azok számozására van szükség. Ez a számozás azonban független az a lemezettség fizikai paramétereitől. Az átvitel gyorsaságának növeléséhez a szektorokat nem folyamatosan számozzuk, hanem két egymást követő szektor között annyi távolságot hagyunk, hogy ennyi idő alatt a vezérlő fel tudja dolgozni az adatokat. A fizikai és a logikai sorszámok közötti kapcsolatot az átlapulási tényező interlév faktor adja meg, melyet az alacsony szintű formázásnál lehet beállítani. Merevlemez vezérlő elektronikája írni és olvasni a merevlemez csak a klaszterenként tudja. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb írható vagy olvasható méret a klaszter mérettel egyenlő. Minél nagyobb a lemez mérete, annál nagyobb a klaszter mérete is. Hogy ez ne okozzon problémát, a lemez logikai részekre, partíciókra kell felosztani. Minden merevlemez egy fizikai partícióból áll, ennek mérete a lemez teljes területével egyenlő. Fizikai partíciót osztjuk fel logikai partíciókra. Kétféle logikai partíciót különböztetünk meg, az elsődleges és a másodlagos logikai partíciót. A logikai partíciókat úgy látjuk, mintha külön merevlemez volna, külön-külön tudjuk írni és olvasni őket. A partíciók felhasználásával több operációs rendszer futtatására is lehetőségünk nyílik. A partíciók információt a merevlemezen el kell tárolni, hogy azokat az operációs rendszer képes legyen felismerni és kezelni. Erre a célra szolgál a merevlemez partíciós táblája. A partíciós tábla mindig a nulladik számú logikai szektor, a nulladik sávon, a nulladik fejjel elérhető első fizikai sorszámú szektoron található. A partíciós tábla a szektor végén található. A szektor első részében egy programot találunk, ami az igazi partíciós táblát értelmezi, és a betöltésre kijelölt partíció betöltő szektorát beolvassa. A program neve betöltő rekord, Master Boot Record MBR. Ezt a szektort ellenőrzi, és a hibátlan egy is indítja. A szektornak körülbelül a fele üres terület. Ide kerülnek azok a programok, melyek az MBR-rel kapcsolatosan végeznek műveleteket.
A ROM BIOS program az öntözt és a kezdeti paraméterek beállítása után az első fizikai szektort, tehát az MBR-t és a partíciós táblát betölti, majd átadja a vezérlést. Ezután elindul az MBR-ben található programnak és annak futása, vagyis az operációs rendszer fog betöltődni. Az állomány elhelyezési tábla más néven FAT, vagy File Allocation Table, az állományok rekordjainak lemezen történő elhelyezkedését tárolja. A lemez legkisebb egysége a szektor, azonban az operációs rendszer által kezelt legkisebb egység a cluster. Az ebben található szektorok száma mindig kettőnek valamelyik hatványa, valamint összefüggésben van a partíció méretével. A FAT ezen klasztereknek a foglaltságát tárolja, vagyis innen tudjuk meg, hogy hol van szabad helyen lemezen. Az állomány elhelyezési tábla egy táblázat, melynek bejegyzései vannak. Minden bejegyzésnek van száma, amivel azonosítjuk, és természetesen van tartalma is. A bejegyzések száma függ a bejegyzések méretétől. A bejegyzések száma tulajdonképpen egy klaszter szám, vagyis a bejegyzések száma és a hozzátartozó lemezterület között közvetlen a kapcsolat. Az állomány kezelési táblát két példányban tároljuk, biztonsági okokból egymás mögött a lemezen. Na most azt hozzá kell tenni, hogy ami itt elhangzott, az elsősorban a Windows alapú operációs rendszerek, méghozzá a korábbi, régebbi Windows alapú operációs rendszerek fájlkezelését leíró adat vagy információ. Ma már létezik másfajta fájlrendszer, ami NTFS néven ismeretes, és másfajta operációs rendszerek másfajta fájlkezelést alkalmaznak, nem FAT-ot és nem is NTFS-t. Az állományokat a lemezen katalógusokban tároljuk, könyvtárak vagy mappák. Katalógus rendszert mi felhasználók hozzuk létre, és FAT struktúrájú a felépítése. Ez azt jelenti, hogy a fájlok katalógusokban vannak, melyek még egymásba is ágyazhatók, tehát egy ilyen hierarchikus szervezést alkotnak. Egy állomány vagy katalógus helyét megkapjuk, ha azokat a könyvtárakat, amelyeken át kell haladni, hogy elérjünk oda, ahová szeretnénk, leírjuk egymás mögé, visszafelé gördülő perjelvel elválasztva. Főkatalógus, amely minden más alkatalógus szülőkönyvtára, a két FAT után következik a lemezen, és még a FAT szerkezetnek a része. Az utolsó mágneses elven működő adattárolóként álljon itt a floppy lemez, illetve a FDD, tehát a floppy meghajtó egység, mely ma már gyakorlatilag teljesen kiment a divatból, nem használjuk. Alacsony tároló kapacitása és lassú sebessége, lassú elérési ideje miatt. Itt ezen a képen látható az egyes különböző méretű és különböző kapacitású lemezek értékei, illetve a 1,44 megabájtos kis méretű floppy lemeznek a felépítése. Ennyi talán elég is erről az adathordozóról. Az optikai lemezes adattárolók következnek. Az optikai lemezes adattárolók a lézerfényt használják fel. Lézer rövidítés a Light Amplification by Simulated Emission of Radiation kifejezésből származik. Közönséges fénysugarak szétszorodnak a tér minden irányába, szakszóval nem koherensek. Ez azt eredményezi, hogy nem tudjuk semmilyen eszközzel egy megadott pontba fókuszálni őket. A lézerfény alapjában különböző a látható fejefénytől, ennek a fénynek egyetlen színe van, ami koherens, vagyis fókuszálható. Ilyen például a piros és a sárga szín. CD-ROM lemez felépítését nézzük meg. Van egy felső védő, általában lakréteg, aztán alatta egy adathordozó speciális anyag, a bevont rétege, az alatt maga a hordozó réteg, és alul pedig a festék réteg. Szabványos CD-ROM lemez 4,75 szól méretű, 1,2 mm vastag.
átlátszó polikarbonát műanyag hordozóra, alumínium vagy arany réteget, majd egy lak réteget visznek fel, tükröző réteg felületét lennek, bemélyedéseket pedig piteknek hívják. Pitek spirál alakban sorakoznak a lemezen belülről kifelé. A lézersugár a pitekről és a lendekről különböző módon verődik vissza, ami gyakorlatilag megfelel az egyeseknek és a nulláknak. CD meghajtó a mágnes lemez egységgel szemben olyan technikát használ, amely képes megváltoztatni a forgási sebességet attól függően, hogy éppen a lemez mely részét olvassa. Így biztosítani lehet, hogy a lemez és a lézerfej egymáshoz viszonyított sebessége állandó maradjon. Mivel az adatsűrűség állandó, a tárolható információ mennyisége sokkal nagyobb, mint a mágnes lemezeknél. Ugyanakkor a hozzáférési idő is növekszik, mivel a lemez szögsebességét a lézersugár helyzetének függvényében állandóan változtatni kell. Míg a tömegben gyártott CD-ken a piteket a gyártás során hozzák létre, a CD-minuszer vagy pluszer lemezek üresek. A CDR lemezek polikarbonát hordozója hasonló a CD-romokéhoz, de a gyártás során felvisznek a lemezre egy spirális sávot, ami az íráskor a lézersugár pozícionálását segíti. Az alumínium réteg helyett egy szerves festék réteget használnak, majd erre egy vékony arany réteg kerül. Az arany réteg jó visszaverő képességű, és nem korrodál a festék réteggel érintkezve. Ezután védőlak réteget visznek fel. Természetesen az arany réteg az nagyon-nagyon vékony. CD-romok fejlődésével egyre gyorsabb és gyorsabb meghajtókat hoztak forgalomba. Alapsebességnek az audio CD sebességét tekintjük. A CD-romok sebességet az ehhez viszonyított szorzószámmal fejezzük ki. Az audio CD sebessége 150 kB per szekundum. Ez az egyszeres sebesség, a 8-szor nagyobb sebességű CD-romok egy speciális tulajdonsággal rendelkeznek. Ahhoz, hogy ezt a sebességet nyújtani tudják, a fordulatszámot nagyon meg kellett növelni. Sok energia pazarlással járna, ha a lemez mindig forogna. Azért, hogy ez ne legyen így, ha nincs lemez, mivel hát a forgást leállítják a meghajtók. A CD író a lézersugarat a festék rétegre fókuszálja, és az írás során beégeti azt. Ilyen módon a pithez hasonló elváltozás lép fel a rétegen, ennek megfelelően gyakorlatilag az összes szabványos CD meghajtó képes az ilyen módon elkészített lemezeket olvasni. A pitek 1,6 mikron távolságra vannak egymástól az egyes sávokon. A nagyüzemi gyártás során az adatokra elkészítik az első úgynevezett one-off lemezt. Ez nem más, mint egy teszt változat. Ha ez minden kívánalomnak megfelel, akkor erről készítenek egy üvegből készült mesterlemezt. Ebben lézerrel vágják bele az adatoknak megfelelő piteket, ezek után minden további változat erről a lemezről készül. A CD drive, a CD meghajtó egység négyféle módon csatlakoztatható a számítógéphez. Saját vezérlőkártyával, ilyenkor a vezérlőkártya általában nagyon egyszerű felépítésű, címdekóderen és az illesztő leválasztó fokozaton kívül nem is tartalmaz mást. Csatlakoztatást egy 40 pólusú csatlakozó teszi lehetővé. Ez az eljárás csak az igen régi egyszeres-kétszeres CD meghajtók esetén volt használatos. Egy ide interfészre csatlakozó CD meghajtó, erre négy egység köthető rá, melyek lehetnek például CD romok is, vagy akár CD írók is. Ilyenkor a CD-ROM tartalmazza a meghajtó elektronikát, a kábel csak a rendszerjelek meghosszabbítását végzi el. A hangkártya megfelelő interfésze végzi el az illesztés, a hangkártyák is tartalmaznak olyan meghajtó fokozatokat, melyek a CD-ROM meghajtását lehetővé teszik. A CD-ROM-on van külön csatlakozó, amely a hangkártyára tud ilyenkor csatlakozni. SCSI interfészre kapcsolható egység, léteznek ilyen meghajtók, de az áruk miatt nem terjedtek el. CD írók esetében viszont szinte kiszárólagos mondható volt régen, ez a csatlakoztatási mód a régi IPMPC előtti korszakban. DVD és a meghajtó, DVD meghajtó. DVD a digitál videó diszk, vagy más néven digitál versatile diszk, a digitális sokoldalú lemez. Olyan adattároló eszköz, mint a hagyományos CD, csak a kapacitáson lényegesen nagyobb.
Legegyszerűbb változata is több mint 7-szer több adatot, 4,7 GB képes tárolni, mint a CD lemezek esetén. És ez még csak egy oldalú, egy rétegű. Léteznek több oldalak, több rétegűek. A létező legbonyolultabb szabvány két oldalú, két rétegű lemezének kapacitása 17 GB. DVD gyakorlati fejlesztése a 80-as évek végén kezdődött. A fejlesztést az adathordozó gyártók kezdték, Harman, Verbatim, Sony, IBM. 95-ben a Sony Philips és a Panasonic vezérletével megalakult a DVD konzorcium, mely 8 nagy céget olvasztott magába. 2 év munka után hozták nyilvánosságra eredményeiket. Az igazi újdonság a klasszikus CD technikával szemben a nagyobb tárolókapacitás és olvasási gyorsaság volt. Megnövekedett tárolókapacitást kisebb pontmérettel és sűrűbb szerkezettel sikerült elérni. Ezen kívül a lézervény hullámosszát is csökkentették, míg a hagyományos CD meghajtók 780 nanométeres infravörös fénnyel dolgoznak, DVD rendszer 635 nanométeren üzemel. DVD RAM, illetve a több rétegű DVD és a Blu-ray lemez az új fejlesztési irány. Blu-ray disk. Blu-ray disk, röviden BD vagy BR, nagy tárolókapacitású digitális optikai tárolóeszköz formátum. 97-ben megjelent DVD utódjának szánják. BD szabványt az elektronikai termékek felhasználóinak egy csoportja, a PC-s társaságok közös nevükön Blu-ray Disc Association fektették le 2006-ban. Blu-ray névben a blue kék a lézer színére utal, amit ezen technológia használ, a ray pedig az optikai sugárra. Az E betűt a blue szóból azért adták ki, mert egy mindennapi szó nem lehet végjegy. Sokáig formátumháborúban állt a HD-DVD-vel. Ez alatt mindkét formátumnak megközelítőleg ugyanannyi támogatót sikerült gyűjtenie. Háborút végül a Warner döntött el, amikor 2008 elején a cég feladta HD-DVD-vel kapcsolatos terveit, és állást foglalt a Blu-ray diszk mellett. Boldogok felül a adatátviteli sebesség változását láthatjuk a különböző színek, különböző eszközöket jelölnek. SSD. Az SSD magyarul szilárd test meghajtó, félvezetős memóriát használó adattároló eszköz. Az SSD a Solid State Drive angol szavakból alkotott betűszó. Bővebben az SSD egy olyan mozgó alkatrészek nélküli adattároló eszköz, ami memóriában tárolja az adatot, környezetéhez, illetve a gazda számítógéphez, a merevlő lemezekhez hasonlóan SATA vagy egyéb SCSI, PCI Express, USB porta, stb. Csatlakozó felülettel csatlakozik, és azokhoz hasonlóan blokkos adatelérés biztosít. Az SSD eszközökben a gyártók különböző típusú memóriákat használhatnak, mint például flash vagy különböző RAM-fajták. Ezt az ár és a teljesítmény igények határozzák meg. Az SRAM vagy DRAM memóriát használó SSD gyakran RAM drive-nak hívják. Az SSD-ket újabban előszeretettel építik be laptopokba, netbookokba. Első SSD-k már a számítástechnika őskorában megjelentek. Az elektroncsöves számítógépek feridgyűrűs memóriája szilárdtest tárolónak tekinthető. Feridgyűrűs tár nagyon drága volt, ezért is az eleinte mágneshengeres, később mágneslemezes külső tárolóegységek megjelenése miatt a feridgyűrűs memória kiment a divatból. Később a 70-es, 80-as években az IBM, az MDL és a Cray korai szuper számítógépeiben félvezetős memóriájából kialakított SSD-k voltak. De ezek a megrendelésre készült eszközök megfizethetetlen áraik miatt elég ritkán használt termékek maradtak. 78-ban a Storage Tech cég fejlesztettek ki az első modern, ma legtöbbet alkalmazott, legnépszerűbb adattárolók, a pendrive-ok. A pendrive egy másképpen USB flash tároló, USB kulcs, tolmeghajtó, egy USB csatlakozóval egybeépített flash memória.
Tárolási kapacitása 5 megabájtól 25 gigabájtig terjedhet, némelyik képes 10 évig megőrizni az adatokat, és 1 millió írás törlési ciklust is kibír. Modern operációs rendszerekkel szabványos USB mail storage szabványt használ. Önállóan nem képes adatcserére, csak személyi számítógépre, vagy a megfelelő csatlakozással ellátott író-olvasó egységre csatlakoztatott állapotban arról vezérelve. Jellemző adatátviteli sebessége 3.0-nál 400 MB per szekundum, 2.0-nál megfelelő feltételek esetén 60-48 MB per szekundum és 1.0-nál 1,5-1,2 MB per szekundum. Pendrive kifejlesztésének elsőségét több cég is magának igényli, a Track nevű cég kezdte el először fogalmazni a 2000-es év elején. Annyit szeretnék itt megjegyezni a mellékelt adathordozón, amit már többször említettem. Két gyárba is ellátogathatunk, az egyik a Kingston gyár Amerikában, a másik pedig a Lexar, ahol mind a két helyen nagyon világszerte elismert USB adathordozókat gyártanak, betekinthetünk az ott működő gyártósorokba. Valamint ha már a végére, mert tulajdonképpen a végére értünk a háttértáraknak, akkor itt hadd tegyek említést a következőről. A tárolók mappában megtalálhatják a Lexar és a Kingston cég adattároló gyárát, tehát pendrive gyárát, amelyet nemrég szereltek föl. Csodálatos, ahogy kiépítették az egészet. Valamint a két legnagyobb és legismertebb cég, a Google és a Facebook hatalmas szerver, illetve adatparkját, datacenterét, amelyek a legnagyobb sebességet biztosítják a világon. Fönt a felső ábrán a következőt láthatjuk, a pendrive részletes szerkezetét. Az egyes pont az USB csatlakozó, a kettes az USB vezérlőt mutatja, az ellenőrző pontokat a 3-as, a flash chipet, tehát a memória chipet a 4-es, a kvarc oszcillátort, az 5-ös, a 6-os, a világító diódát, a írásvédelmi kapcsolót a 7-es, és a 8-as pont a második memória chip helyét. Tehát lehet látni, hogy ez a memória chip bővíthető. Visszatérve még a Google és a Facebook datacenterére, annyit, hogy talán hallottak a felhő technológiáról, amely lehetővé teszi azt, hogy az ember ne a saját gépén, Winchesterén tárolja az adatok mennyiségét, hanem valahol egy interneten keresztüli hatalmas szerveren, szerverparkban. Hát ezt is láthatjuk itt ezeken a filmeken. Kezdünk végére érni a hardware elemeknek, és itt egy kicsit kitekintünk, és most a processzor utasításokkal fogok foglalkozni, hogyan is működik a rendszer, illetve a rendszert irányító processzor. Hogyan történik egy programnak a végrehajtása? Számítógépet a program működteti, méghozzá az operációs rendszer. Processzor közvetlenül csak a gépi kódú programokat képes értelmezni. Gépi kódú utasítás az elvégzendő művelet kódjából és a művelet operandusaiból áll. Maga az utasítás nem más, mint nullák és egyesek sorozata. Az utasítások műveleti kód része adja meg a processzor számára, hogy milyen műveleteket kell elvégezni. Az operandus rész tartalmazza azt az információt, hogy a műveletet mivel kell elvégezni. A processzor által értelmezhető műveletek összességét processzor utasítás részletének nevezzük, amely a processzornak egy fontos jellemzője. Processzor utasítások. Feladata a processzornak, az egyik feladata a programok végrehajtása. Gépi kódú utasítások egy műveleti részből és egy operandus részből állnak, az operandus rész általában összetett. 4 és 3 címes utasítás szerkezetek nagy hibája a helyfoglalás, túl sok helyet foglalnak a tárban. Korszerű számítógépek utasításai ezért két címesek, azaz két operandus hivatkozást tartalmaznak. Ez az ábra tehát a különböző utasításokat tartalmazza. A négy címes
három címes, két címes, egy címes. Két címes utasítást, ha megnézzük, annak van egy műveleti része, van egy operandus része, illetve a második operandus plusz az eredmény címe kerül az akkumulátorba, amely ugye a akkumulátor regiszter, mint ahogy azt már vettük. Címzési módok következnek. Mik ezek a címzési módok? Közvetlen adathivatkozás vagy direkt címzés. Az operandus helyén nem egy adat címe, hanem maga az adat áll. Tehát közvetlen. Műveleti kód, egy operandus, egy adat. Közvetlen címzés, vagy direkt repesz címzés. Az operandus itt egy közvetlen tárcím, az egy bináris szám lesz. Közvetlen cím, címregiszterre mutat, és a címregiszter pedig rámutat egyből az adatra, úgyhogy ez a lényege. Indirekt regiszteres címzés, mint a nevében is benne van, nem közvetlenül az adatra fog mutatni. Az indirekt címzés azt jelenti, hogy az utasítás operandusa egy olyan címre való hivatkozás, amelyen a tényleges adatnak a címe található. A regiszteres indirekt címzésnél az operandus annak a regiszternek a címe, amelyben az adat tárbeli címe található. Van az utasítás, a regiszter cím, az rámutat egy regiszterre, ott az operandus címe található, és a memóriában, az operatív tárban lesz az operandus, amivel dolgozni kell. Indirekt memória címzés, ennél a címzési módnál az operandus olyan tárcímre mutat, amelyen az adat címe található. Itt egy adat eléréséhez kétszer kell a tárhoz fordulni. Ez az utasítás típus akkor használatos a gép olyan, hogy az utasítás operandus rendszere nem elég hosszú a teljes tár címzésére. Tehát itt az utasítás nem a regiszterhez fordul, hanem memória címhez, amely memória címen található az operandusnak a címe. Bázisregiszteres címzés. A bázisregiszteres címzési módnál az adott tárcímet két címkomponens összege. Az egyik a vezérlőegység regiszterében, bázisregiszterben található címkonstans, az úgynevezett bázis cím, a másik az úgynevezett eltolási cím. Az utasításban a bázisregiszteres címzést alkalmazó operandus két részre oszlik. Az első részben található a bázisregiszter címe, a másikban az eltolási érték. Tényleges cím kialakításához az alul összeadja a bázis címet az eltolási értékkel. A bázisregiszteres címzés az alapja a programok áthelyezhetőségének. A programok áthelyezhetősége az a lehetőség, hogy a programok a tár bármely részében azonosan működhetnek. Feltétele annak, hogy a gépet egyszerre több program használhassa. Ott van az utasítás. Utasítás az két rész, van egy regiszter cím, a regiszter címben az operandus címet található, de az utasítás egy eltolás értéket is tartalmaz, amely az operandus címéhez hozzáadódik, és így kapjuk meg a memóriában azt a címet, amely az operandus tartalmazza, tehát az operandus címe plusz az eltolási érték fogja szolgáltatni azt a címet, ahol az operandus van. Utasítás készlet. Hát ha megnézzük a legegyszerűbb Intel processzort, ő négy különböző típusú regiszterrel rendelkezik. Általános regiszterei vannak. Azok ott AX, BX, CX, TX. Címzési regiszterei vannak. Vezérlő regiszterei vannak, és segments regiszterei vannak. Általános regiszterek különböző funkciók ellátására alkalmasak, általában adatok tárolására használjuk őket. A BX bázisregiszteres utasítások bázisregisztere lehet,
cég számolóként működhet, az SI és DI indexregiszterek használhatók indexregiszterként, illetve adattömbben mutatóként, indexként, a BP egy speciális verembázis, egy speciális rendeltetésű tárolórész bázisregiszterként használható, az SP regiszter a verem elemeinek mutatója, az IP az utasítás számláló, a flag 16 bitből áll, bitek aritmetikai és egyéb műveletek végrehajtására használt jelző bitek. Nézzünk meg egy kétszímes IBM PC-s utasítás formátumot. Az első byte, első 6 bitre tartalmazza a műveleti kódot. Ezután van két jelzőbit, a D és a V. Azután a második byte első két bitje a mod, utána a reg, utána az R per M. Nézzük, hogy mi micsoda. Az utasítás készlet igen rugalmas, hiszen a második operandus címét, a verem mutató, a bázisregiszter, valamint az indexregiszterek együttes felhasználásával lehet kialakítani. Azt mondja, a második operandus tartalmából hogyan kell kiszámítani a tárcímet, azt a mod két bitje és az R per M 3 bitje dönti el. Az utasítás első operandusa csak regiszterben lehet. A regiszter címét adja meg a 3 reg bit, tehát a regiszter, tehát a második byte nak a harmadik, negyedik és ötödik bitje. A D-bit azt mutatja, hogy az operandust a regiszterből veszi el ki az utasítás. Ha D egyenlő 0, akkor onnan veszi ki. Ha D egyenlő 1, akkor oda teszi be. A V-bit, a nyolcadik bit, az a operandus hosszát jelöli, ha 0, akkor 8 bites, ha 1, akkor 16 bites az operandus. Miről nem beszéltünk még? Hát még egyszer vissza. Tehát a második operandus tartalmában be kell kiszámítani a tárcímet, a mod 2 bitje és az R per M 3 bitje dönti el. A számítógép a program igényeinek megfelelően használja különböző berendezéseket, bekiviteli eszközöket, processzor, tárolókat, gép erőforrásait. A gépen egyszerre több program fut, az egyszerre egy erőforrást tud használni, a gép többi része kihasználatlanul áll. Futó programokat megszakítják a processzoron, ha a processzort valamely okból egy fontosabb, erősebb program igényli. Amikor a futóprogram visszakapja a vezérlést, ugyanonnan kell tudni indulni, ahol befejezte működését. Tárolni kell tehát a program állapotának leírását. Ez a vezérlőegység egyik regiszterében történik meg. Ez a regiszter az úgynevezett programállapot szó, program status word, PSV regiszter. Program erősségét prioritásnak nevezzük. Anyag és eszközismeret. A számítógép használata során bizonyos anyagokat, illetve eszközöket kell megismernünk, illetve használnunk. Ezek közé tartozik például a mérőműszer, amely multiméter, amely általában hasonló módon néz ki, mint az itt a képen látható digitális multiméter. Ezen multiméter segítségével mérhetjük ki mind az egyen, mind a váltakozó feszültségeket, vagy esetleg szükséges egyéb jellemzőket, ellenállást, áramerősséget a rendszerünkön. Amiről még beszélnünk kell, az a munka és balesetvédelem, illetve ismernünk kell az elektromos áram, mivel elektromos eszközökkel dolgozunk, az elektromos áram biológiai hatását az emberre,
gyakorolt hatását. Lehet látni, hogy ezt a tananyag részt annak idején a ismétlésként a középiskolában 12-14-es osztályok számára készítettem. Feladatok. Határozd meg a digitális multiméter segítségével, mekkora feszültségűek az egyes gombelemek, mekkora ellenállása van az emberi testnek. Hát használjuk, tehát a gombelemek azok általában másfél voltosak szoktak lenni. Ezt egy egyszerű mérés határváltoztatással beállítjuk, ugye DC megfelelő mérés határába a multiméter, akkor a gombelemnek a két végéhez érintve a két érintkezőt meg fogjuk kapni a megoldást, illetve az emberi test ellenállását azt pedig át kell változtatnunk a fő forgó csatlakozó. Amennyiben a középen álló forgó kapcsolót a megfelelő ellenállás mérő helyzetbe állítjuk, és mondjuk a bal, illetve a jobb kezünkkel megfogjuk a két kivezetést, a fekete és a piros kivezetést, akkor meg fogjuk kapni, hogy mennyi az a mi kezünk, mint testünknek az ellenállása. Milyen munka és balesetvédelmi szabályokat kell betartani az elektromos árammal dolgozóknak? Érintésvédelem szabályaiért legyetek szívesek, legyen szíves mindenki a interneten utána nézni. Hát természetesen nem szabad belenyúlnunk a bekapcsolt berendezésbe, először áramtalanítani kell, ez a legfontosabb, ezzel kell kezdeni. Az elektromos áram élő szervezetekre gyakorolt hatásai. Az áramvegyű hatása az emberi szervezetben gázképződést okoz, mely embóliához vezet. Az áramvegyű hatása égési sérüléseket okoz. Az áram sok hatást is kiválthat, mely nagy mértékben függ az egyénnek az egészségétől. Áramütés súlyosságát az áramerősség, a behatás idő, tartama, az áram útja, az áram frekvenciája, az emberi test ellenállása és az átitalt feszültség nagysága mind-mind befolyásolja. Jellemző áramerősség értékek a következők. Az már érzékelhető áramerősség a fél 1 milliampere, az elengedési, amikor még el tudja engedni a zárt áramkörbe kerülő ember a vezetéket, 10-20 milliampere, halálos lehet a 100 milliampere, vagy annál magasabb értékű átfolyó áram. A váltakozó áram természetesen veszélyesebb, mint az egyenáram, mert ugye egy másodperc alatt 50-szer változik meg az átfolyó áram iránya. És hát az idegrendszer bénítja, úgyhogy ilyenkor nagyon vigyázni kell, hogy a váltakozó áram körbe került szemét, azt hogyan hát ki kell lökni az áramkörből először is, vagy pedig inkább meg kell szakítani az áramkört, amelybe ő bekerült, minél gyorsabban lehetőleg, úgy, hogy önmagam ne sérüljek. Elektronikai ismeretek következnek. Elektronikai alapismeretek. Az elektronikai ismereteket kezdjük először az elektromos alapfogalmak ismertetésével. Ezen elektromos alapfogalmak itt található: Coulomb törvény, elektromos mező, potenciál feszültség, kapacitás kondenzátor, áramköri elemek, elektromos vezetés, egyenáram, áramköri jelek, ellenállás, Ohm törvény. Például az elsőt meghívom, akkor lehet látni, hogy ez Sánta Csaba fizika jegyzetek című munkájából való, onnan vettem át, erről a honlapról származik, de nem minden ilyen forrás innen található, hanem vannak a Gagő képtárából származó anyagok, illetve vannak egyéb forrásokból származó anyagok, például itt megnézzük, a tranzisztor fizikája az így jelenik meg,
szintén egy PDF-ben, mint ahogy mondtam, az egész teljes anyag az 282 dia PDF formátumban elérhető, és onnan mindenki letöltheti. Talán az utolsó az, ami a legérdekesebb, ez egy AVI állomány, tehát ez egy film lesz. Ezt most nem fogom behívni, ezt hát innen is behívható, de majd a rendszerbe be fogom integrálni, és onnan meg fogom mutatni. Ez egy nagy transformátor előállítása, szintén a hogyan készítsük a Discovery sorozatból, a hogyan csinálják sorozatból való film lesz. Ott lehet látni alul, és minden egyes ilyen oldalon alul megjelenik, hogy ezt a 12-14-es szakmai ismeretek gyakorlására szánom. A 12. osztálytól tanuló szakmák tanuló hallgatók használhatják ezt a részt nagyon jól. Néhány gondolatébresztő, hogy melyik Kirchhoff törvényt szemléltetik az alábbi ábrák. Hát az egyik ugye nyilván a csomóponti törvényt, az elmagyarázása, az most legyen a nézői, a hallgatónak a feladata, a másik pedig a Hurok törvényt. Elektrotechnikai számítások, egyszerű áramkörű számítados feladatok következnek a Kirchhoff és az Ohm törvények alkalmazására. Bevezető kérdések az Edison használatába. Az Edison az nem más, mint a Tina nevű sokak által ismert elektronikai, elektrotechnikai programnak a kisöccse, a kis testvére, amely egy ilyen tulajdonképpen áramkör tervező, áramkör készítő alkalmazás. Milyen határok között változtatható az egyenfeszültségünk generátor és mekkora értékekkel az Edisonban? Ez az első kérdés. Milyen maximális feszültségre üzemeltethető egy zsebizzó, és ekkor mennyi a teljesítmény felvétele? Ezt mind le lehet a programból, ki lehet onnan olvasni. Mekkora a maximális terhelhetősége az olvadó biztosítéknak? Az első kérdésre a válasz mínusz 12 volt és plusz 12 volt között változtatható, és 100 millió volt értékekkel. 5,6 volt feszültségre üzemeltethető, és ekkora teljesítmény felvétele 3 watt a zsebizzónak, és a terhelhetősége az olvadó biztosítéknak 1,3 amper. Következő: mekkora feszültségről működtethető az elektromotor, és mennyi ekkora a teljesítménye? Milyen tűréshatárok mellett kell értelmezni a 100 ohmos ellenállás értékét? Mit jelent ez? Milyen mennyiségeket lehet mérni a digitális multiméterrel? És milyen méréshatárok között használható az iskolai változat, amelyről már legalább képformájában tettem említést? Plusz 12 volt és 7 watt az elektromotor, akkor tűréshatárt azt itt nem láttuk, de leolvasható, de visszamegyek a harmadik kérdésre. Attól függ, hogy milyen ellenállásról van szó, meg kell nézni, hogy milyen színű az ellenállás, mert az határozza meg a tűrés határt, ez leolvasható szintén a programban. Tehát áram, feszültség és ellenállás mérésére alkalmas, valamint az iskolai változat még alkalmas a dióda és a tranzisztor használ mérésére. Számítások. Mekkora ellenállást kell sorba kapcsolnunk azzal a 10 darab karácsonyfa izzóval, melyek egyenként 5 voltosak és 10 ohm az ellenállásuk. Mennyi áram folyik a körben, mekkora az izzók teljesítmény felvétele, és mi történik akkor, ha az izzókat párhuzamosan kapcsoljuk, hogyan lehetne párhuzamos kapcsolást alkalmazva és üzemszerűen működni ezek.
Megoldás a következő. A feszültség az, mivel hálózatról üzemeltetjük a rendszert, karácsony folyézókat, ezért 220-50 vagy 170 volt. Ez egy nem más, mint egy feszültségosztó. Tehát a 10 karácsony folyézó sorosan kapcsolva, ugye 50 volt, és az ellenállásuk 100 ohm, az azt jelenti, hogy 170 per 50, az 3,4-es arányt fog adni. Ez azt jelenti, hogy egy karácsonyfaizón átfolyó áramerőség fél amper, és ugyanennek a fél ampernek is kell átfolynia a helyettesítő ellenálláson. A helyettesítő ellenálláson akkor folyik fél amper, ugye I egyenlő U per R, hogyha 170 per 340-et kapunk, vagyis hát 340 ohmos ez a bizonyos ellenállás. Az egyes izom teljesítmény felvétele ezután P egyenlő U/I-val könnyen kiszámolható, 2,5 watt. Mi történik akkor, ha az izzókat párhuzamosan kapcsoljuk, akkor áramosztót kapunk, akkor ki fognak égni, nem bírják el ezt a teljesítményt. Az utolsó kérdésre adott választ azt mindenkinek házi feladatként szeretném feladni. Készítsük el a következő kapcsolási rajzok megfelelőjét az Edisonnal, majd válaszoljunk a feladatlapon lévő kérdésekre. Na most a feladatlapot ezt a következőképpen fogjuk megoldani, hogy előre fogok menni a műszerekre, és ott a műszereken lévő adatokat kell fölvenni. Lássuk akkor az Edison ábráin, hogy mekkora értékeket kellett fölvenni a feladatban. Egy soros áramkört látunk, három darab ellenállással, két mérőműszerrel, egy ampermérővel, egy feszültségmérővel, két generátorral, egy kapcsolóval. A generátorok 4, illetve 6 volt feszültséget szolgáltatnak, ez az ellenállás 12 ohmos, ez 10 ohmos, ez 18 ohmos, ezen 900 millivoltot mér a műszer, illetve az áramkör árama az 50 milliampere, hát most a negatív érték az, ne tévessze meg senkit, az annyit jelent csak, hogy az árama abba az irányba folyik, az elektronok abba az irányba áramolnak. Másik megoldása ugyanennek a feladatnak, nincs változás az értékek között, csak annyi, hogy itt ez 10 ohm, 12, 18 ohm, 4, 6 volt, 4,5 voltos a feszültség, 250 milliamper, ennyi a különbség, amit látunk. A következő feladat párhuzamos kapcsolást fog ábrázolni. Párhuzamos kapcsolásban 2 darab ellenállás működik összesen, 3 darab műszer, egy ampermérő, még egy ampermérő a két mellékágáramát méri, és egy harmadik ampermérő a főágáramát méri a kapcsoló, illetve egy darab generátor. A generátor 6 voltos feszültséget szolgáltat, a főágárama 400 milliamper, mellékágaké 100, illetve 300, ellenállások 60, illetve 20 ohmos ellenállásokat kell beiktatni az áramkörbe. Hát a kérdések mindkét esetben nyilvánvalóak, ohm törvénye értelmében ki kell számolni a hiányzó mennyiségeket, illetve a Kirchhoff törvényeket alkalmazva. A szereléshez használták egyéb segédanyagok. Azok itt láthatók, különböző csavarok, távtartók, rögzítő csavarok, becsavarás nélküli elemek, alátétek, lépések, kicsomagolás, ház, tápegység, hűtő, alaplap, ezen belül processzor, memória, háttértárak, kártyák, vezetékezés, tesztelés, házösszeszerelés és telepítés, illetve szoftverek feltelepítése, installálás, kicsomagolás. Nagyon figyeljünk rá, mert a sértetlen csomagolás a teljesség garanciája
Csomagoláson instrukciók lehetnek, melyeket érdemes elolvasni. Csomagoló anyagok általában újra hasznosíthatóak, szelektíven válogassuk őket. Ház összeszerelése. Fontos a tápegység. A maximális összteljesítménynek megfelelő tápegység kiválasztása nagyon fontos. Fontos a megfelelő hőáramlás biztosítása, tehát a levegőnek a megfelelő áramlásának a biztosítása. Aztán fontos a méret kiválasztása. Aztán az árnyékolás, a megfelelő helyre való telepítés. Következik az alaplap beszerelése. Nagyon óvatosan járjunk el az alaplappal. Ha megsérül, akkor bizony bajban leszünk. Az alaplapot távol kell tartani a házfém részeitől, ehhez megfelelő távtartók vannak. Általában műanyag távtartókat alkalmazunk erre a célra. A már látott filmen, amely az alaplap gyárba elkalózott bennünket, láttuk, hogy erre előre kilukasztott helyek vannak, oda kell őket behelyezni. Processzor behelyezési tanulmány. Processzornál egy megjelölt sarok van, és a megjelölt sarokot kell a megfelelő irányba fordítani, hanem megfelelő módon helyezzük, a helyére nem is megy be, úgyhogy ne is erőltessük, mert abból komoly bajok származhatnak, tönkre mehet az egész chip. Az alaplapra beszerelés előtt elhelyezhető a processzor és a memória. Ilyenkor földeljük a saját testünket, például érjentsük meg egy földelt tárgyat, általában a radiátor festetlen részét szokták javasolni. Processzor tüskéit soha ne érintsük meg kézzel. Processzor gyári előírás szerint a melléket beépítési utasítás szerint kell behelyezni. Azt már az előbb említettem, hogy figyeljünk a sarkokra. Kioldókar teljesen emeljük fel, a tüskék merüljenek teljesen a foglalatba. Foglalat érintkező igen érzékenyek. Sérülésük elkerülése érdekében pontosan illesszük a processzort a foglalatra, és túlzott erő kifejtése nélkül szereljük be. Miután a behelyezés sikerült, a kart rá kell csukni, le kell zárni gyakorlatilag a processzort. Nézzük akkor ezt a részt, fordítsa el teljesen a rögzítőkart, és győződjön meg róla, hogy a processzor felemelve marad. Igazítsa össze a processzor és a foglalat. Kéne egy sarkait, majd finoman helyezze a processzort a foglalatba, és győződjön meg róla, hogy a processzor megfelelően a helyére kerültek. Finoman nyomja a processzort a foglalatba, amíg az a helyére nem kerül. Engedje vissza a processzor fedelet. Fordítsa át a rögzítőkart a foglalat felé, majd rögzítse a rögzítőfül alatt. Hát még egyszer. Itt a részeket látjuk. Fül, fedél, ha van processzor, processzor foglalat, rögzítőre tesz, kioldókar, sorban megyünk végig. Processzor 1-es tűjjelző, állító horony, kioldókar, rögzítő horony, ezek mind itt találhatóak. Soha ne járassuk a processzort hűtés nélkül, és belső hővédelemnek is van tehetetlensége, ezért nem szabad. Gyári paraméterekkel üzemeljük be a gépeket, figyeljünk a garanciára, vigyázzunk a sokat ígérő extra hűtőkkel. Nem egy hűtő, nagyon drága is lehet. A processzor feszültségét korábban jumperelni kell az alaplapon. Manapság ezt a BIOS-ban állítjuk be. Szinte kivétel nélkül. Processzor hűtőbeszerelése. Nagyon különböző méretű, különböző technikájú hűtők léteznek, és beszerelésük is lehet igen eltérő és igen bonyolult. Győződjünk meg a csatlakozó felületek közötti hővezető anyag
meglétéről, szükség esetén használjunk hővezető pasztát, szereljük fel a hűtőt csavarokkal, rögzítő horgonnyal, attól függ, hogy milyen változatú hűtőnk van, és csatlakoztassuk a hűtőventilátor csatlakozóját az alaplapra. Erről soha ne feledkezzünk meg. Hűtő több darabból is állhat. Felszerelést a mellékelt útmutatók tartalmazzák. Pontosan, precízen dolgozzunk. Látunk különböző hűtőfoglalatokat, hűtőket. Nagyon sokféle van. Külön foglalkozni fogok még egy különleges hűtőtechnikával, mert ennek nagy jelentősége lesz. Hővezető paszták. Kerámia, por, szilikonos oldat, olcsó, kisebb hőmérsékletig használható, nem vezeti az áramot. Fémoxid, szintetikus olajoldat, drága, nagyobb hőmérsékleten sem párolog, elszárad ki, kissé vezeti az áramot, éledési ideje van. Hővezető fólia, két oldalas ragasztószalag jellegű. Megfelelő mennyiséget borsonyit használjunk, kevés paszta a felületen nem terül szét teljesen, erre is figyeljünk. Például a processzor közepére tegyük a szükséges mennyiséget, és lassan eresszük rá a hűtőt, így lesz buborékmentes a kontaktus. Vízhűtés. Vízhűtés mindig speciális szerelést igényel. Rendkívül eredményes, de hát nagyon-nagyon drága, és hát nagyon látványos is tud lenni. A lemezen három videó is szól erről a témáról, és hát a PC Tuningban is megjelenik, ami a PC Tuning egy külön érdekes elem. Hogyha meghívom. Ha meghívjuk tehát az előbb látott linket, akkor ide fogunk jutni erre az oldalra. Ez a PC World-nek az egyik száma, amely nagyon sok videót tartalmaz, és ezen videó közül az egyik a Extreme Tuninggal foglalkozik, melynek érdekessége, hogy ez a három fiú, akiről ez a videó szól, ezek magyar középiskolás diákok. Nézzük meg akkor őket. Megyek a képből, hogy élvezhessük a legjobb. Az OC Team Hungary-t a témában járatosak talán X-Twins néven is ismerik. A háromfős csapat az Asus támogatásával Extreme Tuninggal foglalkozik, és számos világrekord, valamint tömételen magyar rekord fűződik a nevükhöz. Nemrég náluk jártunk, hogy élesben is megnézzük az egyik rekord kísérletüket. PC Tuninggal foglalkozunk, Extreme Tuninggal főleg, amit a legjobban szeretünk. Ennek a lényege, hogy a processzort, vagy videókártyát, vagy a kiválasztott hardware egységet, azt olyan körülmények között teszteljük, ami a hétköznapokban nem használható. Gáborral itt mellettem ketten kezdtük el ezt egy 5-6 éve körülbelül, akkor még az 60 XP rendszerek AMD-re indult az egész tuning, és hát egy, szerintem körülbelül egy 3 éve toljuk így a extreme stream részét, ami hát sokkal jobb érzet, mint ugye léghűtéssel szenvedni a megahertzekért. És hát a másik Gábor, lassan egy éve vagyunk velünk. Processzortuninggal kezdtük. Alapvetően a videókártyák sokkal érzékenyebb hardware-szerűen, és sokkal drágább, nehéz hozzájutni, hogy ezt nagyon szörnyen erőből csináltuk. És ugye azért egy ilyen rendszer több százezer forint, és ugye a videókártyaturing az egy külön kockázati tényező, hogyha nem adja csak úgy a kezünkbe a gyártó, hogy ne játszatok vele, hanem ugye ezek azért sokszor el is sülhetnek, vagy akármi, és ezért az problémát okozhat, és ugye a processzor akkor igen, azért nem túl sem felülő. Saját bevallásuk szerint még egyetlen processzort sem tettek tönkre a tuning során, ami talán már önmagában is világrekord, de nem csak ebben döntöttek meg komoly csúcsokat. 2006-ban csináltam az ide első világrekordot, egy Core 2 Duo E 6300-zal, ami gyárilag
1,86 GHz, és azzal értünk el 100 éggel 4 GHz fölött eredményt, aztán most 2007-ben három rekordot sikerült megcsípnünk, akkor egy Core 2 Duo E6550-nel értünk el rekordot, valami 4400 MHz-et, az gyárilag 2-3-as egyébként. A harmadik rekordunk az a DDR2 memóriával sikerült cache 3-as időzítésben 1100 MHz fel a CL3-ban. Tehát olyan gyári időzítésű, tehát olyan memóriát nem is kapunk. Tehát ez a 100 év volt ott is a memórián is. Egy speciális blokkal. Speciális blokkal, az nagyon-nagyon jól sikerült. Ma a legutóbbi a Intel processzoron 45 nanométerben a két magasokkal, egy Volt ére 8400-al sikerült 5400 MHz-et elérni. Most a legutolsó rekordunk az 5770 MHz, és ez gyárnak 3 GHz-es processzor, és ez jelen pillanatban is világrekord. Tehát ezt tartjuk, ez egyébként 640-es FSB, ami a gyárilag ugye 333-at, ez kegyetlen, tehát ezt nagyon kevés alatt tudja elviselni. Fontos itt még hozzátenni, hogy ezt az eredményt száraz éggel értük. De igen, ez még nincs kihajtva. Tehát itt még hátra van a nitrogénes teszt. Cél a 6 GHz. Igen. Ezek az eredmények nyilvánvalóan nem érhetők el az alaplapokkal vagy grafikus kártyákkal megvásárolt gyári tartozékokkal. Minden egyes kísérlet komoly barkács munkát és szokatlan segédanyagok beszerzését igényli. Hogy mi kell ez, hogy valaki mondjuk ezt kipróbálja, hát nagyon sok mindent, a blokkot meg kell csináltatni, ugye ez rész, rengeteg lehetőség van, hogy azt hogy lehet elkészíteni, akkor ugye a felfogatások még mindenhez passzol, szigetelések, beszerezni magát a hűtési alapanyagot, ugye az se ingyen van, ez is jó költség, mondjuk tárolóedények. Most a száraz ég az egyszerű, egy hűtőtáskával el lehet hordozgatni, de mondjuk egy folyékony nitrogén, az már komoly, speciális edény, ami több százezerek, tehát az nem olcsó játék. És akkor ugye maga a hardware is, az egy dolog, hogy mi már elég több éve csináljuk, van benne tapasztalat, mert folyamatosan mi is tájékozódunk, olvasunk, tesztelünk, hogy mi mennyit bír, és mondjuk valaki leül elé, mondjuk BIOS-ból beállít minden feszültséget maximumon, beledob egy-két jégkockát, és akkor szétfed a gépleg az alaplap, most akkor ez nem jól. Most a teszt alatt én itt nagyon lazán kézzel fogdostuk a jeget, dobáltuk. Hát ez az, amit nem ajánlunk senkinek, mert hát ugye mindez 60 fok komoly égi sérüléseket okozhat, nitrogén 190, nem kell tovább becsetelni, hogy ez új letörés és egyéb morbid dolgokat is tartalmazhat, tehát ott azt már mi is kesztyűvel és minden egyéb speciális eszközökkel használjuk. Intel X48 chipsetes alaplap, ami egy Asus P5 L3 Premium. Fejlettebb Apple technológiával rendelkezik az alaplap, ami azt jelenti, hogy adott esetben egy processzor kisebb üzemes feszültségen is tud működni egy más alaplaphoz képest. 8 áramellátó fázissal rendelkezik, minden 8 szartél rész heatpipe-os hűtés fed le. PCI Express 2.0-as sint használ, ami feltétele annak, hogy két darab 3870X2-t tudjunk hajtani. Más chip készlettel nem igazán hajlandó most működni. Az X38-ashoz képest fejlettebb memória támogatással rendelkezik, az már számportolja a 2000 MHz-et is. Az X38-ban felelhető PCI Express bugokat, ami szerintem tudja a 4 kártyát hajtani rendesen, vagy 4 gépjük, az itt már javítva lett. És akkor ebbe került a két videókártya, ami ATI Radeon 3870X2, ezek szintén Asusok, és egyébként a két GPU-s változatok, tehát ez azért X2, mert ugye ez egy kártyán két GPU található egy NAC-on, és ugye ebből kettőt, az összesen négy GPU-val dolgozik össze a rendszer, amit hát elég kemény munkat összehangolni, ez driverileg, főleg még tuningolni, tehát itt jönnek el az, hogy nem olyan egyszerű, hogy összerakja az ember, és akkor megy, és hú, megvan az eredmény,
hanem itt komoly szoftveres előkészületek, mind Windows tekintetében is, tehát nem egy 3 éves, 600 millió programmal összerakott Windows-on kell tesztelni, mert ugye az idő lassú lesz. Tehát itt vannak speciális Windows-aink, amit mi takarítunk ki. A kártyák azok ilyen közel alapúra jelenfutottak, itt semmi extra módosítás nincs kártyán. Gyári hűtés, amit megspékeltünk egy-két erősebb ventilátorra. A processzor az említett E8400-as Core 2 Duo, a Voltea, és utána pedig egy Core 2 Extreme QX9770. Ez 3,2 GHz-es gyárilag, 4 magos, úgyhogy ez főleg a 3D-06 szereti, tehát a 2006-os, aminek a CPU tesztje ezzel számol a leggyorsabban. A 2003-ban volt célunk az, hogy 100 ezer fölötti eredményt összehozzunk, ami hát elég jó sikerült, 113, majdnem 114 ezerrel zártuk, ami hát magyar csúcs, de hát ez most mind a három eredményre elmondható. 2005-ben 35 ezer pont körül mentünk, és 2006-ban sikerült 28.400-at megcsípni, ami már világviszonylatban is egy komoly, szerintem egy top 20 körüli eredményt. Elég jó. Itt most konkrétan mi extrémen volt hűtve, az csak a processzor volt, de hát videókártya is tervben van, csak hát az megint speciális részblokkokat igényel, ami szintén nem olcsó, mert ugye speciális elektronik részből kell ezeket csinálni, ilyen jó minőségű, nagyobb tisztaságú. Soron következő tesztnél szeretnénk az Nvidia legújabb chipsetét és a legújabb videókártyáit. Azon belül is a GX2-es, 9800 GX2-ből kétkártyás rendszert letesztelni az új GeForce 790i chipset alatt. Ez az Asusnak a Striker 2 Extreme alaplapja, ott a célunk az 30 ezer pont. 3D már 2006. Hát ami már egy, szerintem egy olyan eredmény, ami top 10 világszinten. Szeretnénk minél több világrekordot elérni, de ez nem másnak a szórakozása. Nem az a cél, hogy bizonyos embereknek megmutassuk, hogy mit tudunk elérni, hanem mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy jelenlegi technológiának hol vannak a határai. Ezt senki sem úgy képzelje el, hogy itt egy stabil rendszer lesz neki, nem erre vannak ezek tervezve. Majd célunk lenne az, hogy mind a négy magot fejlődő nitrogénnel tudjunk hajtani, és megszorítani a jelenlegi világrekordokat. Következzen a memória elhelyezése a memória foglalatban. Alaplapnak megfelelő memória modult használjuk, ne erőltessük egyenletesen, nyomjuk a fülek bekattanásáig, kerüljük a különböző méretű és sebességű memóriák társítását, ha elkerülhetetlen, teszteljük a rendszer. Az első memória modult az első szlopba helyezzük, D1 vagy BAM0. Dual channel esetén fix helyen vannak a modulok. Mindig az alaplap leírását kövessük. Következik az alaplap beszerelése, behelyezése a házba. Bepróbáljuk az alaplapot a házba, és ha szükséges, kitörjük a csatlakozók helyeit. Majd véglegesen behelyezzük az alaplapot, és sűrű menetes csavarral rögzítjük. Csatlakoztassuk a ház kijelzőjét az alaplaphoz. Ne feledkezzünk meg az alaplapi elem akkumulátor behelyezéséről, ellenőrzéséről. Itt láthatók a ház kijelzői. Hát szerencsénk van, hogyha ezek ilyen jól olvashatóak, és hogyha az alaplapon is mindegyiket jól el tudjuk olvasni. Ugyan mellé van írva, de hát elég nehéz, ha az ember már nem 10 éves, fölismerni minden megfelelő üzenetet. Ilyenkor segítség, hogy az alaplaphoz mindig kapunk leírást, és az alaplapi leírást kövessük. Háttértárolók. A háttértárolók beépítése. Beépítés előtt célszerű jumperelni. Beállítani, hogy melyik legyen a master slave. Ilyenkor ellenőrizzük az ide kábel könnyen, azt, hogy a kábel könnyen eléri a kiszemelt helyeket. Ez sokszor nem mindig teljesül, valamikor meg kell csavarni őket, és hát úgy kell elhelyezni az egyes
tárolókat, tehát mondjuk az optikai, illetve a mágneses tárolót, hogy ne akadályozzák egymást, és nehogy a kábel megtörjön. Az alaplaphoz közelebb helyezzük el a master tárolót, ez később a kábelezésnél lesz hasznos, erről már az előbb beszéltem, és használjunk 4 csavart, ne legyünk takarékosak, hogy csak 2-t egyik oldalon és másik oldalon, és 1-et. A kábel select elvileg automatikus kiválasztást tesz lehetővé, ez a gyakorlatban nem mindig teljesül. A meghajtók tetején, fedőlapján a megfelelő jumperelés, ez mind az optikai, mind pedig a mágneses tárolók esetén így van, leolvasható. Gátyák beszerelése, tehát a külső bevédő gátyák beszerelése. Hát a legtöbb kártya, és talán a legfontosabb az a videokártya. Egy fontos alapelv, hogy ne zsúfoljuk egymás melletti foglalhatókba a kártyákat. Ne fejtsünk ki nagy nyomóerőt a kártya behelyezésénél, elhajolhat, megtörhet, megsérülhet. Nem lenne jó, hogyha egy igen nagy értékű mondjuk videokártyát ezzel tönkre tennénk. Egy nagyon fontos figyelmeztetés olvasható itt. Az AGP típusú videokártyák mindegyikén egy rögzítőfül van, amely rögzítőfület be kell pattintani. Őszintén itt látható a helyre, és ez, hogyha nem gyakorlott az ember, akkor problémát jelenthet. Hát különböző változatokon, különböző helyen van az elválasztó. Tehát különböző, ugyanígy van a PCI-nál is, a PCI Express-nél különböző helyen vannak a különböző SIM elválasztók. Ezután következik a vezetékezés, kezdjük az adatkábelekkel. Rendszerlemez szokás megadni primary, tehát elsődleges mesternek, bár a mai BIOS-okban ezt át lehet állítani és bárhonnan lehet bootolni, különösen ez igaz a Linux operációs rendszerekre. Bizonyos telepítéses esetén van arra szükség, hogy secondary master legyen egy egység. Fontos az, hogy az ide vezeték pirossal jelölt vezetéke, amit itt látunk. Pirossal jelölt vezeték általában távfeszültség felé áll. Ha nagy adatállományokkal dolgozunk, akkor nem érdemes egy kábelre tenni a két merevlemezt, mert ekkor osztozniuk kell a csatorna adatátviteli sebességén. Ezt is jó tudni, hogy ilyenkor inkább tegyünk be még egy csatorna adatátvitelre adatkábelt, nem kell felhasználni mindkét érintkezőjét, hanem tegyünk be egy másikat. Az írót azt secondary masternek szokás megadni, azért, mert az elsők megjelenése idején a merevlemezek olvasási sebessége alig haladta meg az író igényét. Az IDE pata sem volt elég gyors, hogy egy kábelen biztonságosan ki tudta volna szolgálni mindkét egységet. Az író adathiány miatt sok lemezt elronthat. Hát ez ma azért nem egészen így van, de előfordulhat ma is. 80-as IDE kábelek minden második vezetéke földpotenciálon van zavarszűrés miatt. 40R-es 66 szerinti sebességre képes, tehát lassítja a meghajtókat. Jó. Hát akkor itt láthatók a különböző már említett elemek és csatlakozásuk, a SATA. A SATA ma teljesen kiszorítja ide-ide kommunikációs csatornát, jóval egyszerűbb szerelés biztosít. Nem jó, hogyha egyszerre telepítjük mind a kettőt. A dokumentáció szerint járjunk el, külön kábel van minden meghajtóhoz. Tehát nem osztozik a meghajtókon.
tápfeszültségvezetékezés. Vigyázunk, hogy ne keveredjen az adat és a tápvezeték. Használjunk kábelkötözőket, hogyha nagyon sok kábelünk van, és egyébként is rendezhetjük vele nyugodtan a kábeleket a házon belül. Figyeljünk az akadálymentes légáramlásra, erre már utaltam. A vezetéket ne legyenek ventilátor közelében, és ne érjenek aktív alkatrészhez, ne hozhassanak zárlatot. Az alaplapokhoz ma már ugye, a alapértelmezésben az ATX az 20 pines volt, kell egy, még egy 4 tűs, plusz 4 tű egy átalakító, amiatt, hogy megnőtt a feszültségigény, tehát a sokkal több eszközre van szükség. Ma már az új tápegységekben eleve 24 tűs kivezetéseket találunk, ami az alaplaphoz kapcsolódik. Következik a befejező művelet sor. Ellenőrizzük a rögzítéseket, indítsuk el a gépet, ellenőrizzük a szabad légáramlást, szereljük össze a házat, ha jól csatlakoztatott speaker mellett sem hallunk sípolásos hibát, és talán a legvégén hadd utaljak arra, hogyha minden jó és már minden működik, akkor tulajdonképpen mi már szakembereknek érezhetjük félmeddig magunkat. És most hadd beszéljek egy kicsit az igazi szakemberek nevében. A karbantartással foglalkozó szakemberek és a rendszergazdáknak is az egyik legnagyobb ellensége, különösen az asztali gépek esetén, de ez igaz akár a laptopokra, vagy a még kisebb gépekre is, a por. Álljon itt megint csak a PC World-ből származó videóanyag, amelyet szintén be fogok integrálni az oktatóanyagba, amely a portalanítás lépéseit fogja bemutatni. Ha rákattintok erre a linkre, akkor újra a PC World egyik oldalára érkezünk, ahol most a számítógép, az asztali számítógép takarítását követhetjük nyomon. Figyeljük meg, hogy ez hogyan történik. Egészen elképesztően fel tud gyűlni a por a téli időszakban a számítógépünk belsejében, úgyhogy tavasszal nem csak a lakást érdemes rendbe tenni, hanem le kell venni a gép oldalát, és ott is érdemes alaposan kitakarítani. Mert az egészbe belekezdeni nagyon-nagyon fontos, hogyha még garanciális a gépünk, akkor nézzünk utána annak, hogy a cég, aki ezt eladta nekünk, mit szól ahhoz, hogyha mi beleturkálunk a gépbe. Vannak olyan cégek is, akik egész egyszerűen ilyen garancia matricákkal lezárják a gépnek a hátulját, illetve oldalát. Ezeket mi csak így hát ilyen jeleztük. Ha valami ilyesmit találunk a gépünkön, akkor legjobb az, hogyha nem nyomunk bele egyáltalán. Mivel belevágunk a munka dandárjába, nem árt alaposan felkészülni. Az első és a legfontosabb, hogy újságpapírral vagy valami hasonlóval készüljünk elő azon a helyen, ahol nekiállunk a műtétnek, mert ami ki fog ebből a gépből jönni, meg biztos, hogy a kedvesünk nem fog örülni, hogy ezt mi szétszorjuk a lakásban. Szükségünk lesz ecsetekre, porszívóra, valakinek van morzsa porszívója, az talán a legjobb, de egy ilyen hagyományos porszívó is tökéletesen megteszi, csavarhúzó és a szokásos egyedek. Ja igen, nagyon fontos, hogy ne tegyenek úgy, mint én, hogy a jó kis fejfájás csillapító reklámokhoz híván a legjobb indulban állnak neki ennek az egész dolognak, mert hihetetlen, amit magukra fognak kenni. A külsejével érdemes kezdeni a gépnek. Az olyan gépházaknál, mint amilyen ez is, hogy egy mozdulattal lejön az egész teteje. Célszerű ezeket a levehető elemeket egész egyszerűen elmosni a csap alatt. Kérek egy közelít. Ez gyönyörű, azt hiszem, hogy ez itt. Nézd! Első. Fogjuk a jó kis csavarhúzót, és szépen óvatosan vegyük ki a kártyákat. Ez fontos, hogy megjegyezik, hogy melyik kártya egészen pontosan hol is volt.
az összes tápkábelt kihúztam a gépből. Ezt azért tettem, hogy szándékozom kivenni a tápegységet, és azt külön megpicolni, hiszen majd fogják látni, hogy csak a porcsapda az is. No, mint ez jól látszik, most megvan a kezemben a táp. Úgyhogy aztán ezzel is fogom kezdeni, addig egyről a gépet félre is rakom. Mert mi volt a gépben, az így remélhetőleg jól látszik a kezeimen. Gyere András, mutass róla meg közelít, légy szíves! Történelmi eseményhez érkezett a PC stúdió adatása, vagyis végre a produkciós távunk egyharmada megjelent a képen. A tápokról is ugyanazt kell tudni, mint amit a gépről elmondtam, hogy általában le vannak zárva egy kis matricával, hogyha kinyitják, akkor ezekre elvész a garancia. Elérkeztünk az igazság pillanatához, óvatosan megpróbálom levenni a fedelét, sejtem, hogy mi van benne. Nem is olyan nagyon veszélyes, mint amit gondoltam. Itt van az, hogy szükségünk lesz arra az ecsetre, amiről beszéltem. Egy remek jó porszívónk van, amelyiknek állítható a teljesítménye. Nagyon-nagyon fontos, hogyha a porszívóval pucoljuk ki, majd aztán az alaplapot, illetve a gépet is, és a tápot. De a legnagyobb teljesítményen kezdjük ezt el, mert egy gyengében arra forrasztott alkatrész, vagy egy jumper, ez nagyon könnyen a porszívóval végezheti. Nem az a lényeg, hogy a porszívót toljuk bele a tápegységbe, hanem az ecsettel próbáljuk majd ki terelni a port a tápegység belsejéből. Megindult? Azt hittem, hogy ez kicsit hangosabb lesz, és a hangmérnökünk majd üvöltve fejéről lecsapva a fejhallgatót fog menekülni. Hát ez most sajnos nem jött össze, pedig megnéztem volna. Azért a por, meg az a jó kis kosz, az így alaposan meg tud ülni ezeken a kábeleken, úgyhogy fogtam egy ilyen jó kis szivacsos rongy, vagy nem is tudom, mi ennek igazából a neve, ennyit megnedvesítettem, és érdemes ezeket utána, amikor ez a kis készségmeli rendelkezésre gondosan áttörölni. Az elején jól látszott, hogy kivettem a kártyákat a gépből. Most itt az ideje, hogy ezeket is megpucoljuk. Megmutatom a kis kamerának. Gyakorlatilag a módszer, amivel meg fogjuk őket pucolni, ez teljesen ugyanaz, mint a gépnél alkalmaztunk. Porszívónál is csak törekedjünk arra, hogy lehetőleg ne kiperül plusz tartalék üzemmódban kapcsoljuk be. A leges legelején én az egész bölcsőt kivettem a gépből, hiszen egy olyan gépházat szedtem szét, amiből ez nagyon egyszerű kimenni. De ne legyünk lusták, vegyük ki belőle a meghajtót, és majd később az optikai meghajtókat is ki fogom szerelni. Ez nagyon csúnyán lerakódik ezekre a por. Ilyenkor a por úgy funkcionál, mint egy jó kis hótakaró, de még jobban megnehezíti szegénynek, hogy lehűljön. Nem butaság, ezt már sokszor elmondtuk a PC World-ben, hogy nem butaság a hengeres Winchester káberek használata. Most ebben a gépben nem hengeres idegkábel van, hanem hagyományos. Úgyhogy hagyományos módon megtisztítjuk. Ez is megjelenését. Látszik. Elérkeztünk a legdurvább pillanathoz, a gép igazi kitakarításához. Szeretném megmutatni, hogy mint a fáknál az évgyűrű, a gépnél hova rakódik le igazán a kosz. Itt az ágyék környékén ez egészen látványos, sőt ijesztő, illetve ahol ugye a processzorhűtő ventilátor dolgozik, oda szépen bejut a kis anyag. Tulajdonképpen az eljárás, hogy ezt rendbe fogjuk tenni, ugyanaz, amiről már beszéltem. Ecset, esetleg egy kis fakultatív, egy nagyon enyhén nedves rongy. Tulajdonképpen
tulajdonképpen a nagy feladattal kész vagyunk, ami maradt az a ház külső elemeinek a rendbetétele. Ha olyan előlap van a házunkon, amelyiket le lehet szerelni, akkor a legegyszerűbb tényleg lekapni és egy mosogató szerrel elmosni a mosogatóban, a konyhában, csak utána arra vigyázzunk nagyon, hogy tényleg száradjon meg, nehogy a kis rejtett zugokban vízcsepek megüljenek, mert utána abból baj lehet, ha visszarakjuk a gépre. Ha nem lehet leszerelni, illetve biztosan lesznek olyan elemek, amelyek fixek, akkor az üzletekben lehet kapni nagyon klassz tisztító eszközöket, mint például ez az antisztatikus műanyag tisztító, vagy ez a törlőkendő. Ha nincs ilyenünk, sőt bevallom, én sem ilyeneket szoktam használni, hogy tökéletesen egyszerű puha mosogató rongyot és domestoszt, akkor ezzel is rendbe lehet tenni. Ha mi úgy döntünk, hogy ilyet használunk, akkor mindenféleképpen érdemes a háznak egy olyan rejtett helyen, ami nem kifele látszik, hanem a lemez belülről, vagy a műanyag lemez belülről, kipróbálni, nehogy véletlenül megmarja ez a háztartási tisztítószer, vagy az általunk használni kívánt háztartási tisztítószer a műanyag lemezt. Ennyi, kész vagyunk. Basic Input-Output System-ként, tehát a bemeneti-kimeneti rendszer rutinok gyűjteményét tartalmazza, amellett hibakódokat is generál. Ezen hibakódok ilyen füttyelek, sípszók formájában jelennek meg, illetve hallhatóak az induláskor, amikor lefut a Power on Self-Test számítógépen, és ezen sípjelekből, fütyhangokból következtethetünk arra, hogyha valamilyen hardware hiba van a számítógépen. Ha nem kapunk különösebb fütyjeleket, akkor nyugodtak lehetünk, hogy minden rendben van. Na nézzük tehát a Avard BIOS sípkódjait. Rövid sípszó minden rendben, hosszú sípszó memória hiba, egy hosszú, két rövid sípszó, vagy egy hosszú, három rövid sípszó videókártya hiba. Folyamatos sípolás, memória vagy videókártya probléma. Ennyit erről én most részletes, akit részletesebben érdekel, úgyis itt megtalálja a leírás. Az AMI BIOS itt már sokkal részletesebb leírást találunk. Egy rövid sípszó a DRAM frissítési hibára utal. Két rövid sípszó paritás hibát jelez. Három rövid sípszó hiba van az első 64 kilobájton a RAM-ban. Négy rövid sípszó rendszer időzítési hiba. Öt rövid sípszó processzor hiba. Hat rövid sípszó billentyűzet vezérlő vagy A20-as kapu hiba. Hét rövid sípszó virtuális mód hiba. Nyolc rövid sípszó videó memória hiba. Kilenc rövid sípszó ROM BIOS checksum hiba. 10 rövid sípszó CMOS checksum hiba, 11 rövid sípszó cache memória hiba. Folyamatos sípolás, memória vagy videókártya probléma van. Egy hosszú, három rövid sípszó, ez egy nagyon ismert füttyel, memória hiba. Egy hosszú, 8 rövid sípszó, videókártya hiba. Végül a ma talán legtöbbet használt Phoenix BIOS fügykódait fogjuk megnézni, ezt aztán végképp nem sorolom föl. A gyártó egy új technikát alkalmaz, egy ilyen négyes csoportokra, blokkokra osztja a hibakódokat, és a számok jelzik azt, hogy egymás után következő SIP jelzések milyen gyakorisággal követik egymást, tehát az egy rövid, egy rövid, egy rövid, és három egymás után, tehát egy, vagy egy, aztán a hosszú szünet, egy szünet, egy szünet, és három egymás után gyorsan, processzor vagy alaplap hibára utal, és így tovább, és így tovább. Minden egyes ilyen fügy sorozatnak megvan a maga jelentése. Ezt akkor így
lehet ebből kiolvasni, ebből a táblázatból. Forrásanyagaim voltak. Sikosz László PC Hardware kézikönyve a BBS Info kiadásában 2007-ben készült. Markó Imre PC-k konfigurálása, installálása a Hardware című könyve, Ellesi kiadó 1999, akkor került kiadásra Abonyi Zsolt PC Hardware kézikönyve, Computer Books-nál 1996-ban adták ki, illetve a PC műhelyi sorozat egyes könyvei a Pánem Kft-nél került kiadásra, illetve hát a legnagyobb forrás az internet, Wikipédia és a Google képtár, amely képtárból az itt elhelyezett képek nagy része megtalálható, és nagyban segíti az oktató felhasználó a demonstrációs munkáját, legalábbis remélem. Maga az egész oktatóanyag természetesen nem egyik napról a másikra készült, hanem hosszú előkészítő munka eredménye, és a informatika oktatás terén végzett munkám eredménye. Igazából a 2010-es év volt az első, amikor ezzel mélyebben elkezdtem foglalkozni, és onnantól számolva egészen mostanáig készült az anyag. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! És végül, de nem utolsó sorban, mi a számítástechnikához értők tudjuk, hogy a különösen az asztali gépek legnagyobb ellensége a por. Erről, a portalanításról nézzünk meg most egy újabb videót, mely szintén a PC World-ről származik. A linket meghívom, tehát ami a PDF állományban megtalálható, akkor ide fogok jutni. Egy kis idő múlva a gép is úgy akarja.